Civakodó cipőikrek. Pompom -pom ült egy ágon, egy szép, hosszú ágon, és várt a Hogy kicsoda, Pompom? Hogy nem ismeritek? Ha, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka. Egy faágon gubbasztó szőrsapka. Végre jött picur, de olyan furcsá jött mintha még a szokásosnál is lassabban jönne, és mintha bicegne egy kicsit. Pompom -pom türelmetlenül várta, hogy Picur oda a fa alá, majd mikor végre odaért, nagyot köszönt neki. – Szia, Picur! Már azt hittem, sose érsz ide. Mi van veled? Picur sértődötten és neheztelő hangon szólt Pompomnak. – Szia! Nem látsz semmit? Nem veszel észre semmit? – Pompom -pom nem értette, hogy mi baja van Picurnak, azt meg egyáltalán nem értette, hogy miért van megsértődve. Minden esetre gyorsan válaszolt, hogy még tovább mérgesedjen a helyzet. – Láttalak is, és észrevettem, hogy lassan jössz meg, azt is észrevettem, hogy bicegsz egy kicsit. De Picur még mindig durcásan kérdezte. – És mást nem vettél észre? Semmi mást? Pompom -pom tekergett az ágon, meg lelapult, és törte a fejét, hogy mit nem vett észre. De nem látott semmit, és nem jutott eszébe semmi. Picur perdült egyet a sarkán, meg illeget és billeget, majd újra felszólt az ágra. Na, még most sem? Pompom tanástalanul ráncolta a homlokát, széttárta a karját, mert ezt a szemét, de minden hiába. Mégül feladta. Hát, Szabad a gazda! Mondd meg! Picúr toppantott egyet, s mérgesen nézett pompomra. Pedig majd kiszúrja a szemed, és ezért forogtam, is, ezért villegtem. Tegnap volt a születésnapom, és ezt a gyönyörű cipőt kaptam ajándékba. És te észesen vetted, és rá se még, azt sem mondtad, hogy ó, vagy hogy hű, vagy hogy na hát. Pompom elszégyelte magát. Ó, oh, ne haragudj, oh, ma, 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 ma nagyon vaksi vagyok, de most már látom, és igazán gyönyörű, és, és fügy, és milyen gyönyörű, és ó, oh, begyönyörű, és hű, de szép, és na hát, hogy milyen pompás cipő. Pompom fütyögött, meg ózott, meg hűzött, meg nahátozott, meg ugrált közben az ágon. Picúr lassan megengesztelődött, és rámosolygott Pompomra. <coughs> na, köszönöm. Igazán tetszik? Pompom bólogatott. Igazán, hű, <laughs> igazán, óna hát. És? Miért bicegsz? Picur újra elkomarodott, meg felhős lett az arca, és felsóhajtott. Mert szorít. Ha állok, akkor semmi baj. De ha megyek, akkor szorít. Azért bicegek. És azért megyek lassan, mert nem tudom pontosan, hogy melyik szorít. Néha a jobb, néha a bal néha meg egyszerre mind a kettő. Pompom felsuhajtott. Új, néha jobb, néha bal. Ó, ez pontosan olyan eset, mint ami a civakodó cipőikrekkel történt. Picúr abba a sóhajtozást, kíváncsian kérdezte. Mi történt a civakodó cipőikrekkel? Pompom -pom pislogott, meg a torkát köszörülte, majd így szólt. Hmm, elkíséretlek. Majd lassan bicegünk, meg csoszogunk, és közben elmesélem. Picur bólintott. Pompom -pom gyorsan leúrott az ágról, elhelyezkedett picur fejé, mint egy csapka, és lassan, nagyon lassan bicegtek, meg csoszogtak az iskolába. És senki, de senki nem értette, hogy miért nevedgél picur, annak ellenére, hogy szorítja a cipő és senki, de senki se értette, hogy miért hahotázik a sapkája is. Az egész gombóc Artúrral a dagat madárral kezdődött, mondta Pompom, -pom, és felemelte az ujját. Minden jó történet gombóc Artúrral kezdődik. Vagyis gombóc Artúr megint elnézte a naptárt, és mire elindult volna Afrikába, már lekésett minden járművet. Pánatosan nézett az utolsó hajó után. Lőttek az afrikai utazásnak, maragta. Ha csak nem úszok odáig, Ú, jó, mi vagyok okay. én, kacsa, avagy hal, avagy gumicsónak? Nem, nem, én nem szeretek úszkálni össze-vissza. Így hát, ha mindent meghányok vetek, mi marad? Maradok én itt a parton. A témeg meg jön a nyakamba. Brr. Gombóc Artúrnak bizony szembe kell nézni egy-két dologgal. De nem elég a szembenézés, egy-két apróságot be is kell szereznie térire. Ahogy slattyogott hazafele, sorra vette, hogy mire van szüksége. Lássuk csak, mi kell a télhez. Kell egy esernyő. A különben is már régen fáj a fogam. Azután kell egy csíkos sapka, lehet pöttyös is. Hát úgy se látszik, hogy ráesik a hó. Azután kell egy csomó csokoládé. Mindegy, hogy milyen mintájú. De hát ez nyáron is kell, meg ősszel is, meg tavasszal is. Mm, mi kell még? Ahogy ideig jutott a gondolkodásban, meg a töprengésben, már hult is a havas eső csupa sár lett az utca, meg locspocs. Ekkor rögtön eszébe jutott Gombóc Artúrnak, hogy mi kell télire. Fázósan dörgölte egymáshoz, meg kapkodta a lábát. – Ez a locspocs! Hm, mm, ebben a hideg latyakban! Mivel én az utóbbi időben csak gyalog járok, világos, hogy feltétlenül kell egy pár cipő. De előbb még megvette az esernyőt, meg a sapkát, meg a sálat, és mikor már fent jó melege volt, elindult, hogy a lábára is vegyen valamit. A cipőportban egy mosolygós eladó fogadta nyájasan. Hogy nem van cipő, ez itt mind csupa cipő. Nincs köztük egy a kabács, <laughs> és van tavaly nyári cipő, vagyis szandár, van tavaly előtti sárcipő, van két éves vász, van, tíz éves valódi talpú. Nekem télik kell, morogta gombóc Artur a kora nem számít. Az eladó tovább mosolygott, nem lehetett zavarba hozni. Van tél is, éppen egy pár. Ezt még nem tudtam eddig senkinek sem eladni. Már szint a szívemhez nőtt, de amint látom, uraságodnak éppen egy pár lába van. Meleget tudom ajánlani. És nézze csak, milyen szép pöttyös cipő. Illik a sapkához. Gombóc Artúr azonnal megvette a pöttyös cipőt, felúzta a lábára, és elégedetten elindult haza. Most már nem fázott se alul, se felül, se oldalt, se középen. Otthon szépen elrakott mindent. Az esernyőt az esernyő tartóba, a sapkát és a sálat a fogasra, a cipőt meg az ágy két végébe. Ide teszem a balt, ide meg a jobbot, hogy nehogy összekeverjem őket. Ez a bal, ez a jobb. Lefeküdt a nagy bevásárlás után, s rögtön elaludt. Ekkor megszólalt az egyik cipő gónyosan. – Na, most magad is hallhattad, te csámpás, hogy én vagyok a jobb? A másik cipő tátogott meg hápagott mérgében. Hm, – Ha mindjárt megpukkadok, meg szétrepedek, hogy te vagy a jobb, te egy tyúkszemdörzsölő, te kaptafa pusztító! Azzal odament és dühösen elrúgdosta helyéről a jobb cipőt. – Most én vagyok a jobb, meg az erősebb is! A jobb cipő éppen vissza akart vágni, amikor Gombóc Artúr egy nagyot harkantott, és felébredt. Ugyanis éppen azt álmodta, hogy elfelejtett csokoládét venni. Ennek a felese tréfa, a nagy éhezéstől már mindent elfelejtek. Már olyan lukas az eszem, mint az ementális agy. Azonnal vásárolnom kell egy csomó csokoládét. Sietve beledugta a lábát először az egyik cipőbe, aztán a másikba, nyakára csavarta a sálat, fejébe csapta a sapkát, kinyitotta az esernyőt, és kirohant. A rohanás közben érezte, hogy valami furcsa van a lábával. Lassított, hogy jobban megfigyelje, mi az a furcsa. Hát az volt a furcsa, hogy mikor a jobb lábával lépett, úgy érezte, hogy a ballal lép. Eny! – magyogta. Lehet, hogy még nem ébredtem fel. Vagy nem tudom, hogy melyik a jobb lábam, meg a bal lábam. Épp ezért vezényelni kezdett magának hangosan, mint a katonák. Bal, jobb, bal, jobb. És amikor a balt mondta, a jobb lába lódult előre. Mikor a jobbat mondta, akkor meg a bal. Megállt. Megvakarta a fejét, majd lenézett a lábára. Először a jobbra, másodszor a balra. Hát, ahogy lenézett, különös dolgot látott. Össze volt cserélve a lába. Húha! motyogta rémülten. Összekeveredett a lábam. A bal helyén van a jobb, a jobb helyén meg a bal. De nem elég, hogy össze volt keveredve a lába, hanem az egyik cipő hirtelen meglódult, és nagyot rúgott a másik cipőbe. Jaj, a bokám! Nyögte gombóc mivel a lába benne volt a megrúgott cipőben. Erre a másik cipő hátrált egy kicsit, és neki futásból sarkon akarta rúgni az egyik cipőt. Jaj! Nyögte megint gombóc mivel a lába kiszaladt alóla, ő meg földre tottyant. Ahogy ott ült, meg nyögött, Látja hogy a két cipő a levegőben is rugdassa egymást, egyúttal persze Gombóc Artúr bokáját is. – No, ebből elég! – dühödött meg Gombóc Artúr. – Átkozott civakodó cipők! Levelük! Azzal lerúgta a cipőt, és mérgesen bedobta egy kukába. – Most rugdassátok egymást, vacak méreg zsákok! Majd lenézett fázos lábára, és elcsodálkozott. Jé, most a helyén van mind a kettő. S már rohant is mezít láb csokoládét venni, csak úgy fröccsent a hólé meg a sár. A kukában egy kis ideig csönd volt, megszeppent csönd. Majd megszólalt az egyik cipő. Jaj, jaj, mi lesz velünk? Megszólalt a másik is. Itt pusztulok el a szemetes kukában éppen arra ugrált óra rugó gerincű felpattanó, és meghalott a siránkozást meg sóhajtozást. Kinyitotta a kuka fedelét. – Nini, egy pár cipőt, mondta. – Ti aztatok, és miért? – Jaj, jaj! – mondta egyszer a két cipő. – Kidobott minket gombócartól. – És ping, miért dobott ki? – Talán ping, nyomtátok a tyúk szemét! – Veszekedtünk meg, civakodtunk, azért dobott ki. – És ping, veszekedtetek! – És ping, civakodtatok! –

Ilyen buta cipőket még nem láttam. Ti vagytok a legostobább cipők a világon. Persze, hogy az egyiket balnak hívják, másikat meg jobbnak, de ez nem azt jelenti, hogy jobb vagy rosszabb. Ping, hanem azt jelenti, hogy melyik oldalon viselnek. Mert különben olyan egyformák vagytok, mint az ikrek. És ha megígéritek, hogy nem fogtak. Kicsit innen! Bing! Benneteket! Ígérjük, ígérjük, mondták a cipőikrek. Óra rugó gerincű felpattanó kiszedte őket a kukából, kicsit letörölte róluk a port, szemetet, és így szólt hozzájuk. Ha nem akarjátok, hogy az egész világ, sőt, az egész kerület rajtatok nevesen, ne csivakodjatok, különben arra ment a gazdátok. A cipőikrek megfogadták, hogy soha többé nem civakodnak. Majd futásnak eredtek, és nem sokára utol is érték a mezitláb csattogó Artúrt. Elébe álltak szépen, mégpedig a jobb a jobb láb elé, a bal meg a bal láb elé. Nini, örvendezett gombócartúr, ezek az én cipőim, hát utána jöttetek, és nem fogtok többé rúgdosni, meg civakodni. Soha, csak bocsáss meg, Mondták a cipőikre. Gombóc Artúr belelépett a cipőbe. Érdekes! Milyen kényelmes és milyen jó benne a járás! És milyen gyönyörű cipő! A bal is, meg a jobb is! Egyformán gyönyörű mind a kettő! Régen volt ilyen pompás cipőm! Ügyelt is rájuk Gombóc Artúr esténként kipucolta őket. A cipőikrek pedig vidáman játszadoztak, bujócskáztak a szobában, és soha többé nem civakodtak. Pompom -pom befejezte a mesét, és óvatosan megkérdezte. Nyomja még a cipő a lábad? Picúr vidáman perdült egyet. Már nem nyomja. Egyformán kényelmes mind a kettő. Régen volt ilyen pompás cipőm. Majd a toronyórána nézett. Hí? Elcsászkáltuk, meg elbicegtük az időt. Elkisem az iskolából. Futás! És futottak, és szögdeltek, és trappoltak, és ügettek a gyönyörű új cipőben, amely olyan puha, és kényelmes, mint a vaj, illetve, mint a bársony. Mikor az iskolához értek, pompon felugrott egy ágra, és picur után szólt. Megvárhatlak! Picur visszamosolygott a kapuból. Megvárhatsz, és üdvözlöm a cipőikreket! Pompom -pom van nézett a becsukódó kapura. Átadom! Ha találkozom velük, feltétlenül átadom.